Milyen tapasztalatai vannak ezen a területen? Hát ez egészen 1970-ig kell visszanyúlnunk, ugyanis a tanítóképző elvégzése után feleségemmel idejöttünk Mogyoródra tanítani. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyik első osztályban feleségem tanított, a másikban én, és minden nap megbeszéltük, hogy hogyan sikerült mindaz, amit elterveztünk. Ez egy nagyon intenzív és nagyon-nagyon sokat adó munka volt, hogy minden nap meg tudtuk beszélni a tanítást, az előkészületeket, meg azt is, hogy hogyan sikerült. És mivel 5 évig nagyon intenzíven dolgoztunk, 1975-ben, alig 30 évesek voltunk, megpályáztuk az első osztályos tankönyvírás jogát. Még 30 évesek se voltunk, és 76 márciusában megnyertük ezt a pályázatot, és utána megbíztak minket az egész ország számára a tankönyvírásával. Szemtelenül fiatalok voltunk, voltak olyanok, akik nem bíztak bennünk, hogy egy ilyen fiatal emberek, hát hogyan tudják majd az egész ország számára ezt megírnunk. De azt gondolom, hogy nem egy gyakorlóiskolából és egy fővárosi elitiskolából indultunk, tehát nem olyan tapasztalatokkal, hanem ami az egész ország számára sokkal inkább igazi. Ezért azt gondolom, hogy szerencsésen volt, hogy egy átlagos mogyoródi iskolában szereztük a tapasztalatunkat. 78-ban jelent meg az első osztályos tankönyvünk, amiből 190 ezer példány jelent meg, ugyanis akkor mindenki ebből tanult. Utána magunkhoz vettük a tankönyvek kiadását, és 1992 után, inkább azt mondanám, hogy 96-tól nem csak elsős könyveket, hanem első osztálytól negyedikig egy teljes tankönyvrendszert építettünk föl, 1978-tól, és akkor egy korosztály, az nem 100 ezer gyereket jelentett, hanem 175-180 ezer gyereket. Hát innen indultunk, így kerültünk bele a tankönyvvilágba, és 1978-tól egészen a rendszerváltási 92-ig 15 változatlan kiadásban jelent meg az első tankönyv. Itt a mögöttem látható polcon sorakoznak azon könyvek mintapéldányai, amelyet megírtunk, és minden évben elképzelhető, hogy egy picit javítottunk rajta. A lényeg az, hogy több mint 40 kötet könyvet írtunk elsőtől negyedikig, olvasásból, írásból, nyelvtanból, helyesírásból, fogalmazásból az alsós gyerekek számára. Úgyhogy ezek a tapasztalatok azok, több mint 40 éves tapasztalatok, amelyek alapján azt mondhatom, hogy igenis vállaljuk, merjük vállalni azt, hogy tankönyvügyben kompetensek vagyunk. Milyen pereket indítottak most el, és miért ők most indították el őket? Azért indította több tankönyves, több kiadó, 4 kisebb kiadó és 1 nagy kiadó, azért indított pert a magyar állam ellen, mert mostanra derült ki, tehát 2018-ra, hogy hiába szerettük volna meghosszabbítani a tankönyvek engedélyét. A tankönyv engedély meghosszabbítása 5 évre szól, és adtunk be sok könyvre, és fizettünk be érte sok pénzt, hogy a tankönyveink engedélyét meghosszabbíthassák. Ezt eljárás lefolytatása nélkül visszautasították. Ezek mind magánkiadók. Tehát magánkiadók indítottak pert az állam ellen, már csak azért is, mert az teljesen ugyanolyan paraméterű állami kiadók könyvét meghosszabbították. Miközben a jogszabályok mindenkire vonatkoznak, tehát az állami kiadókra ugyanúgy vonatkoznak, mint a magánkiadókra. Az államiét meghosszabbították, a miénkét, a magánkiadókét elutasították, és ezt azért tettük meg most, mert ha nem tesszük meg, akkor 2019 után már az iskolákban nem használhatók azok a könyvek, amelyeket sok-sok éven át
használtak, nem tudják azzal folytatni a tanulást, és ezzel nem csak a kiadók járnak rosszul, hanem elsősorban az iskolák. Tehát a tanulók, a tanítók, tanárok és a szülők is, hogy az eddig bevált tankönyvekkel nem tudják folytatni. Tehát ahhoz, hogy ez ne így legyen, mindent megpróbálunk megtenni, és azt gondoljuk, hogy ez a per, tehát nem csak a kiadókért folyik, hanem elsősorban a tankönyvválasztás szabadságáért, ha úgy tetszik, az oktatás szabadságáért. Mi a motiváció ezek mögött, a perek mögött? Hát ezek mögött, a perek mögött, mint már, hogyha folytatom, amit az előbb mondtam, hogy az egész nem csak a kiadókért folyik, hanem az oktatás szabadságáért is, akkor az igazi motiváció az, hogy a jelenlegi egy tankönyves rendszerből, vagy egyen tankönyves rendszert falát át lehet ütni, tehát hogy ne maradjon az a helyzet, hogy mondjuk 2019-től már csak egy vagy két könyv közül lehessen választani. Ezeknek a pereknek milyen következmény, milyen kimenetelei lehetnek? Hát ezt nagyon nehéz megjósolni. Természetesen úgy tudom mondani, hogy sport hasonlattal élve, hogyha fölmegyünk a pályára, 0-0-ról kezdődik a mérkőzés, nem tudom, hogy mi vagyunk-e a mérkőzés esélyesei, de mindent meg kell tennünk azért, hogyha esetleg kevésbé vagyunk is esélyesek, mert az állam gépezetének elég erős ereje van, hogy esetleg a per nem vezet eredményre. Mi úgy gondoljuk, hogy igazunk van, nem csak mint kiadóknak, hanem az oktatás szabadságáért küzdőknek, és bízunk abban, hogy tisztességes eljárás lesz, és Tacitus szavaival, harag és részrehajlás nélkül fognak dönteni ebben. Abban az esetben, hogyha az egyen tankönyvrendszer falán némi részt tudunk ütni, ezt elsősorban azt gondolom, hogy az iskolák fogják megérezni, tehát hogy jövőre is folytatódhat az, ami ma még megvan, hogy némileg színes a tankönyv választék. És lehetősége lesz a tanítónak, a tanárnak, hogy több tankönyv közül választhassa ki a megfelelőt. Hiszen azt gondolom, minden szakmának megvan a lehetőség, hogy meg kell adni azt a lehetőséget, hogy azzal a szerszámmal dolgozzon, ami a legjobb az adott helyzetben. A tanító, a tanár azzal a tankönyvvel dolgozzon, amely az ő osztályában, az olyan összetételű osztályban, amelyen ő tanít, a leginkább eredményre vezet. És ami egészen más lehet például egy budapesti belvárosi iskolában, mint mondjuk egy nagyon kedvezőtlen, hátrányos helyzetű térségben. Mi a perek menete? Hát most derült ki az, hogy 21 tankönyvre adtunk be tankönyv hosszabbítási kérelmet, és a 21 tankönyvet 4 kiadó adta be, 21 tárgyalási alkalmával fogják lebonyolítani, tehát szeptember 5-én lesz az első, és szeptember 20-án az utolsó. Naponta előfordul, hogy nem egy per lesz, hanem több, általában szerdán és pénteken van, a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Magunk is kíváncsian várjuk ennek a lefolytatását, azért is, mert a 21 tárgyalási napon összesen 6 vagy 7 bíró, tehát nem egyetlen bíró fogja tárgyalni, 6 vagy 7 bíró, ami azt is jelentheti, hogy nem mindenki biztos, hogy ugyanolyan elvek, vagy ugyanarra a következtetésre jut. Úgyhogy ez egy izgalmas helyzet, és ezt még fokozza azt, hogy valójában nem csak a kiadókról, rólunk van szó, hanem azokról is, akik az iskolákban tanítanak, de ők nincsenek ilyen helyzetben, hogy a saját munkaadójukkal szemben esetleg a jogos problémáikat felvessék nyíltan.
Kinek az érdekei a legfontosabbak az ügyben? Én azt gondolom, hogy részben már pedzegettük erre a választ. Erre a leghatásosabbnak a Lenz Moserrel készült beszélgetést tartom. Lenz Moser neves osztrák szőlész, akinek az ismerőse megkérdezte, hogy Moser úr, hogy lehetséges az, hogy a szőlősor, amit ön művel, az nem tökéletesen van vágva olyannak, például, mint a szomszéd. Mert a szomszédet lehet látni, hogy minden tökéletesen együtt van, és az öné meg egy kicsit rendezetlennek tűnik. De érdekes, hogy nagyon jó a termés. Mitől olyan jó a termése, Moser úr? Moser válasza, nem az a fontos, hogy mi jó a szőlésznek, hanem az, hogy mi jó a szőlőnek. Azt gondolom, hogy ha ezt pedagógiára fordítjuk, akkor ezt nem nehéz behelyettesíteni. Nem az a fontos, még ha erősen fogalmazok, nem az a legfontosabb, hogy mi jó a pedagógusnak, bár az sem baj, hogyha annak is jó, hanem az, hogy mi jó a gyereknek. Vagy tovább folytatva, nem biztos, hogy az a legfontosabb és az a jó, hogy mi az oktatás irányításnak, hanem az, hogy mi az iskolának. És az sem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy mi jó a költségvetésnek, hanem az, hogy mi jó a jövő nemzedékének.